Na jó, reggelig aludni, ma arra kinek megadatik, már mi a nap előtt fel voltunk kálva, és ment. Na az a nagy helyzet, hogy úton vagyunk Budapestára, a Budapestre, megyünk handevúzni. Így van-e? Hallgatás, beleegyezés. Na, valahova, valamilyen normális fa közé megyünk, a norma fához, vagy mi az, nitrollerezni fogunk. Képzeljétek el, valami elektromos kis ketyerékkel fogunk ott szaggódozni a dzsungelbe. Na hát közben megérkeztünk, itt a gyönyörű sarga duba, ebből lesznek kiszedve a lollerek, vagyis már ki vannak, bocsánat. És itt az első érdekesség, hogy itt a fizetős parkolóban vagyunk, de nincs parkolóra. Na most ez nekünk nem probléma, applikációval vagy SMS-sel megoldjuk, de aki kijön erre a helyre sétálni, amikor egy idősebb házaspár, nekik szívás. Ezt csak így gondoltam, mellékesen megemlítem. Meg is kaptuk a védőfelszerelést, úgyhogy mindjárt indulunk útnak. Ez az egésznek a lényege amúgy, a pöcök. Óvatosan kell, azt mondta a főmérnök úr, pöcögtetni. Szóval azt mondták, hogy a pöcökkel óvatosan, már nagyon nyomaték, tehát finomkán, mint szűzlánynál az első alkalomkor, óvatosan, mintha lovat basznál, ezt ajánlom mindenkinek. Na, úton vagyunk, beérkeztünk az erdőköz, az előbb láttunk egy medvét, nem élő volt, de láttunk egy medvét. Néha megállunk a kapitány úrral, az ezredessel, mert a többieket be kell várni, de amúgy nagyon király tudsz. Na, megérkeztünk az első állomáshoz, a Monsieur Pudvanyó Erzsébet kilátóhoz, hölgyeim és uraim, itt vannak a gépek. Megmásszuk a kilátót. Olyan, mintha otthon mennék be egy templomba amúgy. Jó kis hangulatos hely. Itt vannak a budik. Csak ahol kell felmenni? WC-ből? Előttem utaltam a katakombák. Hát én ide az első szintig kijövök egyet, ide a toronyhoz, az alsó toronyhoz. Innet is körülnézünk, utána felmegyünk a legtetejére. Elértünk a tetőre, akkor most ki lehet jelenteni, hogy a házat magaslatán állok, nem? Hát a csúcson vagyunk emberek, hát innen már csak lejjebb van. Ettől feljebb már nincs. Na van, de nem megyünk. Na hát alapvetően a pestiek nézik le a vidékieket, most mi nézünk le a pestiekre. Megfordult a világ. Igen, közben kaptunk itt a túravezetőnktől, a Nitro Rollerestől egy ilyen 360 instant 360, vagy insta 360, valamilyen 360-as kamerát. És azért van épp a vállamon így videózgatva, mert elvileg ez egy olyan hatás fog adni, hogy jövök le innet a kilátóról, mintha third personben GTA-znál. Szóval elvileg menő lesz. Gyakorlatban még nem biztos. Na, leérünk, iszunk itt egy kávét, van valami kávézó, aztán utána nyomjuk tovább a lollerekkel. És akkor megyünk tovább. Indulunk neki a rengetegnek, az Erzsébet kilátótól. A nem tudom hova, mert a mester nem arulta még el. Megérkeztünk a terepre. Itt most már jó kavicsos, lehet kapartatni, fartaltatni, driftelni, Tokyo Drift, minden egyébben. Megpróbálunk felvenni valami olyan jelenetet is, ahol egy kicsit így megrázzuk a büdösset. Tavészbak, taló budapesti árdő, vadulj meg!
Hát ketten maradtunk a mestérre, véget ért az alaptúránk, úgyhogy a barátnőm sarokonyok lemaradtak, és most egy kicsit akkor megnyomjuk neki, úgyhogy nem tudom itt ez a ketyere, miket sikerül rögzítsen, de amit lehet bevágunk majd. Most megárasztjuk jó becsületesen, és akkor végén majd lesz egy rövid összesítő, milyen volt ez az élmény, de addig kurva jó, úgyhogy... Haha! Az a nagy harci helyzet, hogy tegnap elhúzódott nagyon a nap, úgyhogy ezt az összegzést, az utolsó kis snitet nem sikerült felvenni, szóval most veszem fel itthon a szokásos helyszínen, a hintán. Igazából alapból egy rövidebb túrát választottunk mi, egy könnyebbet, ahogy ezt megcsináltuk, amiből láthattátok itt a vlog közben, hogy mik voltak, meg hogy volt nagyjából. Már amennyit sikerült dokumentálni, azért lollelezés közben 50-60-akkal nehéz fogni félkézbe a telefont, úgyhogy ezért van ilyen kevés anyag, viszonylag kevés anyag bevágva. Volt ez a könnyebb terep, rövid túra a csapatban lévő hölgyek miatt, és utána, hogy ezt megcsináltuk, akkor elmentünk még egy kicsit durvább terepre a kollégával, ami kegyetlen volt. Nagyon éltem, nagyon mennek ezek a cuccosok. Viszonylag hamar, az első 10 perc után már meg lehet szokni, onnantól már azért bátrabban tudsz menni. Ami nekem nagyon durva volt, hogy felkapcsoltam 3-as fokozatba ilyen 25-30 km/h-nál, és ahogy oda padlóztam neki, úgy 3-as fokozatban még mindig rúgta ki maga alul a földet, követ, mindent, feltűri az aszfaltot. Durva. Lényeg az, hogy nagyon élveztük, 4-en voltunk összesen, mind kivétel nélkül, mind nagyon élveztük, úgyhogy én csak ajánlani tudom. Ez tök jó lehet akár így kettesbe egy randinak, haverokkal, legénybúcsú, csapatépítő, szerintem kurva jó program amúgy, szóval én csak ajánlani tudom. Szerintem itt utél vissza fogunk menni még. Először, amikor hallottam erről, így szembe jött, akkor mondom, most érted, elmész, ott 10-15-tel rotyogtatsz a járdán, mész, ott rollerezgetsz, de elmondom, semmi nagy cucc. Hát nem a lófaszt. Én azt mondom, próbáltok ki, mert brutális. Kösz, hogy megnézted, kösz a Nitrollersnek a lehetőséget, és ha tetszett a videó, akkor tudod, like, feliratkozás, meg minden egyéb. A linkek, meg ilyenek, azok ott lesznek a leírásba, meg szerintem Instastory is lesz, meg minden, ami kell. Ja, és még egy nagyon fontos dolog, nézzétek a cuccokat, mert majd fogunk készülni valami kis közös dologgal, egy ilyen kis kedvezményecskével nektek, úgyhogy stay up to date, azt mondják az angolok. Köszi, puszi, hello!